Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ismét eltelt egy esztendő, újra együtt vagyunk, hogy közösen imádkozzunk mi, akik Krisztusban hiszünk, hogy az ő szándéka megvalósuljon életünkben, hogy újra egy legyen a Krisztus hívők közössége. Ebben az évben az ökumenikus imanyolcadnak az alapgondolatát Péter apostol első leveléből vesszük, így szól: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most Isten népe vagytok. Régen nem nyeltetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. Kedves testvérek, választott nemzetség, szent nemzet, Istennek kiválasztott népe vagyunk. Ehhez a hivatáshoz kell méltóan élnünk nap, mint nap. Erre van ma szüksége a világnak, hogy Krisztus mellett igazi tanúságtevők legyünk, akiket el tud fogadni, el fog ismerni a világ, és ezáltal Urunkat, Jézus Krisztust is. Ez az imanyolcad is ezt szolgálja, ezt segíti elő, hogy valóban méltók legyünk erre a kiválasztottságra, erre a szent nemzetre, ahogyan nevez bennünket az apostol. Méltó módon életünkkel tanúsítsuk ezt. Isten tiszteletünk kezdetén a 342-es ének mindhárom versét énekeljük el, helyünket elfoglalva. Imádkozzunk.
Mint Isten gyermekei, tudatában vagyunk küldetésünknek és méltóságunknak. Így emeljük fel imáinkat, és erősödünk vágyakozásunkban, hogy Isten szent népe legyünk. Szerető mennyei atyánk, formáld át szívünket, családunkat, közösségeinket és társadalmunkat. Úr Jézus Krisztus, egyé lettünk veled keresztségünkben, és ezért egyek vagyunk az imádságban is. Életvize, oltsd a szeretetért és a szentségért érzett szomjunkat társadalmunkban. Szent Lélek Isten, öröm és békesség lelke, gyógyítsd megosztottságunkat, amelyet a hatalom és a pénz rossz felhasználása okozott, és engesztelj ki minket egymással, különböző kultúrák és nyelvek között élőket. Egyesíts bennünket Isten gyermekeiként. Szent Háromság, a szeretet háromsága, vezess minket ki a sötétségből a te csodálatos világosságodba. Népedet formált szentté és Krisztusban egyé. Amen. És most valljuk meg hitünket, imádkozzuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most felkérem az ige hirdetésre Pesterci András esperes urat. Tanításával vezessen bennünket, egyengesse lelkünkben a Krisztus hívők egységét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az a szent ige, amelynek alapján hozzátok szólni kívánok, írva található Pál apostolnak a kolossi beliekhez írott levelében, a harmadik rész első-második versében eképpen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Eddig Istennek szent igéje. Testvéreim, a mai napnak a témájához a kiadott imaheti program szerint még 4 ige szakasz van kijelölve, és ezen ige szakaszoknak ilyen gondolatait emeli ki a programfüzet, Ezékiel könyvéből, így szól az ige, ime felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. A 71. Zsoltárból így idéz a programfüzet, Istenem, hatalmad és igazságod a magas égig ér. A római levélben ezt halljuk,
szenvedünk vele, hogy megdicsőjünk ő általa. És a Máté 28-ban ezt az idézetet olvassuk, nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. És ehhez a négy igéhez kapcsoltam most a Kolossé beliekhez írott levélből idézett verseket, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafenn valókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Feltámadás. Amikor ezt a szót halljuk, akkor először eszünkbe jut az a jelenet, amikor megjelenik az angyal nagy fényességben, a szikla síron ott van a nagy kő, őrzik a katonák, és ahogy megjelenik az angyal, a katonák földre esnek, sőt, elfutnak, és az angyal elhengeríti a követ, és Jézus a sziklasírból kijön és feltámad, és amikor már az asszonyok mennek, meg a tanítványok, hogy megnézik a sírt, a holttestet illatos kenetekkel ellássák, tiszteletüket tegyék egy halottnál, már csak az összehajtott leplek vannak a sírban. Feltámadás. E szó halva eszünkbe jut egy másik ígéret, hogy Jézus feltámadását követik az embereknek a feltámadása, amikor újra el fog jönni, már ítélni eleveneket és holtakat, akiket életben talál itt a földön, azok elragadtatnak, egy szempillantás alatt átváltoznak, akik meg elhunytak, azok is előjönnek mindenki, és mindenki számot ad az ő földi életéről, és egy megdicsőült testet kapnak, nem csak azok, akik a mennybe kerülnek, hanem egy olyan halhatatlan testet kapnak azok is, akik a pokolra kerülnek, hogy ne tartson rövid ideig ez a pokol sem, de hát mi, akik az Úrban bízunk, és Úrban halunk meg, mi abban reménykedhetünk, hogy a mennyországba kerülünk. Feltámadás. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy van a földi ember életében, amíg itt a földön van, szintén van egy feltámadása. A fizikailag nem halott, lehet, hogy olyan, mint egy élő fa, egy járkáló fa, nem lehet hozzá szólni, ő sem beszél, de nem kommunikál a környezetével, és olyan, mint egy élő halott, mindenki így születik bele ebbe a világba, lelkileg halottan, és fontos, hogy feltámadjon a halott állapotából. Egy másik helyen így fogalmazza a Biblia, hogy újjászülessen. Fontos, hogy újjászülessen. És erről az újjászületett, erről a feltámadt állapotról szeretnék most szólni egy pár szót. A jézusi ige így hangzik egyik helyen, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki küldött engem, annak örök élete van. Aki hallja az én igémet. Jézus úgy tekint hallgatóira, mint akik lelkileg halottak.
És ahogy mondtam, mindnyájan így születünk ebbe a világba, hogy Isten számára lelkiképpen halottak vagyunk. És amíg valaki nem kapja meg Istentől a hit ajándékát, addig nem érti a gondolatait, nem is szokott figyelni rá. Ő tudja, hogy mit akar, legfeljebb besegítőnek akarja olykor alkalmazni az Istent, az ilyen lelki halott ember. Legfeljebb arra kérje az Istent, hogy segítse az ő akaratát, a saját akaratát megvalósítani. És van, akik még az imádságukban is ezt kérik. Ez még nem feltámadt ember, ez még nem újjászületett ember. És ebben a halott állapotban az ember nem hal, nem ért, nem lát, tehetetlen, érzéketlen, nem mozdul, nem mozgósítható. A természet szerinti ember úgy, ahogy megszületünk, pontosan ilyen az Isten számára. Tehetetlenek vagyunk, hogy az ő akaratát cselekedjük, teljesen érzéketlenek vagyunk mindennel szemben, ami tőle jön. És ebből a halott állapotból akar kisegíteni bennünket Jézus. Elsősorban az ő igéjével, aki hallgatja, komolyan veszi, befogadja, Jézus itt így mondja, meghallja az ő igéjét, annak a szívébe az ige, mint egy mag belehullik, és ebből a magból egy új élet sarjad ki, Jézusnak az élete, és ezt az új életet nevezi a Biblia újjászületésnek, és az ilyen ember feltámad a lelki halálból. Egyszerre megnyílik a szeme. Meglátja az Isten valóságát. Egyszerre kinyílik a füle. Meghallja a Szentírásban levő isteni üzeneteket. A neki személy szerint szóló üzenetet addig egyszerűen bolondságnak tartotta. Az Isten beszélni akar hozzám a Biblián keresztül, de miket akar nekem mondani, hát ez mind bolondság. És amikor az embernek megnyílik a lelki füle, akkor meghallja, hogy az Isten mit akar neki mondani. Ettől kezdve boldogan be tud számolni arról, hogy mikor mit hallott. Az ilyen embernek, feltámadt embernek, újjászületett embernek megmozdul az élete. Mozgásba jön. Mozgósítható, mert már él. És az Isten szent lelke kezdi irányítani. Észrevesz másokat, akik addig is ott voltak mellette, de teljes közönnyel, úgy, hogy nem is látta meg a szükségüket. Élte az ilyen ember, halott állapotban levő ember a maga életét. És a feltámadt, Krisztusban feltámadt, új életet, újjászületett életet kapott ember egyszerre irgalmas szívet kap, tudja kinek, mikor, mivel, hogyan lehet segíteni, öröm neki, ha segít, ha áldozatot hoz, feltámadt a lelki halálból, megelevenedett. És ez mind kegyelemből van, ez az üdvösséges állapot hit által, és nem tőletek van, mondja az Efézusi levél, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És jó cselekedetekre támad fel az ilyen ember. A halott állapotában, már idézőjelbe tett halott állapotában, addig törtet, tapos, hazudik, csal, boldogulni akar, de az újjászületett feltámadt állapotában pedig
az ember képes szeretni, megbocsátani, szolgálni, áldozatot hozni, mert boldog lett. Megkapta a békességet és a boldogságot Istentől, amit csak ebben az új, feltámadt életben élhet át az ember. Ez az élet, ez a feltámadt élet viszont, testvéreim, ez olyan, hogy ezt nem veszíti el a hívő ember. Akkor sem, amikor megáll a szíve. Mert Jézus ezt mondta Mártának Betániában, a János evangéliumában, olvassuk, én vagyok az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ha fizikailag meghal, akkor is egy élő ember. És ezt az életet szerezte meg nekünk Jézus az ő feltámadásával. Ez az élet az, ami nélkül az ember csak vegetál, ebbe nem lehet belenőni, ez nem lesz a miénk csak úgy magától, meg kell történni egy törésnek, egy változásnak, el kell, hogy hengerüljön a kő, elmozduljon a kő, felszabadul az ember az elnyomás alól, a zártság alól, a börtönéből, eddig halálban volt, és ezután Krisztusban van, és az ő élete az én életem. És ha valaki megkapja ezt a feltámadt új életet, ettől kezdve az odafenn valókkal törődik. És azokat keresi, és nem a földieket. Erre biztat bennünket a felolvasott szent ige is. Tehát mit jelent ez? Semmiképpen nem azt, amivel próbálják vádolni a hívőket, hogy álmodozók, elrugaszkodnak a valóságtól. Aki ismeri az irodalmat, az szokta idézni Vörös Martit, hogy a látni vágyó napba nem tekint, de a hívők az odafennvalókkal törődnek, itt lent nem lehet rájuk számítani. A valóban hívő ember életét nézzük csak meg. Akik kapták ezt a feltámadt új életet, mi jellemzi őket? Ennek az ellenkezője. Mivel kapcsolatba kerültek a mennyeivel, az odafennvalókkal, mivel közvetlen közösségük van a feltámadt élő Krisztussal, olyan értékeket kapnak, amikkel gazdagítani tudják a környezetüket, és Jézus többször ígérte az őt követőknek, hogy az én békességemet adom nektek, az én örömömet adom nektek. És Pál apostol sem nagyképűsködött, hanem a valóságot írta, amikor ezt írja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Olyan kincseket bíz Krisztus azokra, akik már vele együtt élnek, amiket csak tőle lehet kapni. És a hívő embernek természetévé válik ez az élet. Ezt örömmel osztja, szórja, továbbadja a környezetének. Olyan gazdag lesz a hívő ember ebben a Krisztussal való közösségben, amiről korábban ő maga sem álmodott. És mivel a Krisztus indulata van benne, nem magának tartja meg ezeket az értékeket, az az öröme, ha ezeket továbbadhatja másoknak. És Krisztussal úgy felül emelkedünk, úgy felülről látjuk a dolgokat, összefüggésében látjuk az eseményeket. Egészen más szempontok szerint tervez az ilyen ember és mérlegel. Másképpen ítéli meg, ahogy mondtam, az eseményeket.
más szemmel néz mindenkire, más szemmel nézi a jó akaróit, más szemmel nézi az ellenségeit. Ezek az emberek a mennyet hozzák le a földre. Többször hallottam már csodálkozva említeni emberek részéről, akik belekerülnek egy Isten hívő családba, egy olyan közösségbe, ami számukra új volt, hát ez olyan, mint egy kicsi mennyország. Bizony hallunk viszont más megállapítást is, hogy olyan az életem, mintha pokolban lennék. De van egy ilyen állapot is, hogy már itt ebben a földi életben, ebben a feltámadt, újjászületett életben, mintha mennyországban lennék. Természetesen ez a szép katolikus templom ezzel a környezetével, nagyon szép normann fenyőjével is, meg a Betlehem is, betlehemes színpadával, olyan, mintha az ember mennyországban lenne, tennél még inkább, még többet jelent, hogy a mennyországban érezzük magunkat. Mennyország ott van, ahol Jézus uralma érvényesül, akinek a személyes életében Úr lett Jézus. Ott megjelennek a mennyei erők. Televízióban az Örömhír műsorban egy házaspár elmondta élete történetét, és elmondták, hogy évekkel ezelőtt elegük volt egymásból, és elegük volt magukból. Kölcsönösen vádolták egymást, ahogy ilyenkor ez szokás, de még a gyermekeikre, két gyermekükre is mérgesek voltak. Miért kellett ennek a két gyermeknek ilyen hamar megszületni? Nem tudjuk élni úgy a magunk életét, ahogy elterveztük, még egy kicsit kirándulhattuk volna, jöttük volna, mentünk volna, de most a két gyermek, két kisgyermek köt bennünket az otthonhoz, és oda jutottak, hogy legjobb lenne elválni. De mindkettő érezte, hogy de hát nem ez az igazi megoldás, de nem láttak más kiutat. És mielőtt sor került volna a válásra, a férfit elhívta egy jó barátja egy csendes hétre. Soha életében nem volt ilyen helyen, ahol a Bibliát magyarázták, és Isten dolgairól beszélgettek, de rácsodálkozott arra, ami a Szentírást mondott. Isten lelke munkája nyomán csodálatos módon belehullott a szívébe az ige magja, és új emberként ment haza, nem egyedül, hanem Jézussal, kinyílt előtte egy új világ, új lehetőségek, új erőforrások fakadtak számára. Kicsit nehéz volt így neki hazamenni, mert a felesége még nem jutott hitre, de Isten csodálatos munkája során felesége is hitre jutott, és minden megváltozott. Hát ami megváltozott, először az, hogy eddig volt két gyerekük, és lett hét gyerekük. Hét. És ennek ellenére boldog, vidám életet éltek. És mit jelent, hogy az odafennvalókkal kezdtek törődni, és nem a földiekkel? Hát például ez azt jelentette, hogy nem a haverokkal töltötte a férfi az estéit, nem a presszóban hagytott fizetése egy részét, hanem a gyerekeknek a beszámolója szerint sietett haza, és jó volt neki együtt lenni a családjával, vidám nevetés hallatszott az otthonukból, volt idejük egy családi áhítatra is. Ráértek a népes család mellett a szülők arra is, hogy eljárjanak a gyülekezetbe. A szomszédoknak a beszámolóját is érdemes lenne meghallgatni,
milyen kiállhatatlanok voltak, amíg hallották az örökös veszekedést, és mennyire örültek, hogy ennek a házaspárnak, ennek a családnak megváltozott az élete. A rokonok, a barátok, az ellenségek is el tudnák mondani, hogy mi az, ami megváltozott ezekben az emberekben. Két halott életre jutott. Megjelent Jézus, a feltámadott Krisztus egy család életében. Átvette az uralmat, és ők boldogan engedelmeskedtek neki. Minden megváltozott. És igazi megoldás valóban ez, hogy a halottakból élőkké váltak. És az, hogy valaki él, ezt lehet tudni. Ha hazavisznek a családba egy újszülöttet, azt megtudják a szomszédok is. Ezt nem lehet titokban tartani. Azzal a kisgyermekkel foglalkozni kell, enni kér, tisztába kell rakni, hol sír, hol nevet. És az újjászületett ember is ilyen, enni kér, éhes, nem bírja ki igenélkül, újra és újra tisztába kell tenni az ilyen feltámadt, újjászületett embert. Állandóan azon foglalkozik, hogy mi az, amit még rendeznie kellene az életében, mi az, amit oda kellene vinni Isten elé bűnbánattal. Az életet szétfeszíti az addigi kereteket, elkezd beszélni, beszél az Istennel, imádkozik, és nem csak a mi atyánkot hadarja el gépiesen, hanem a saját szavaival is imádkozik. Jézusnak a feltámadása ezt tette lehetővé. A kő el lett hengerítve életéről. Imaheti program füzetünkben a mai napra három kérdés is meg van fogalmazva. Az egyik kérdés így hangzik. Melyek életünknek azok az alkalmai, helyzetei, körülményei, amelyek olyanok, mintha sírba zárnának minket a szomorúsággal, nyomorúsággal, aggódással, kétségbeeséssel együtt? És ezt kérdezzük meg mi is most magunktól. A másik kérdés, mi tart vissza bennünket attól, hogy elfogadjuk Krisztus feltámadásának ígéretét és örömét? És a harmadik kérdés, mennyire vagyunk készek arra, hogy az Isten ígéretét megosszuk azokkal, akikkel találkozunk? Isten így áldja meg mindnyájunk életét, ezzel a feltámadt új élettel, hogy áldás lehessünk mások számára is. Amen. Kedves testvérek, hallottuk az ige hirdetésben. Krisztusban Isten újjászületésre, megbékélésre, kiengesztelődésre és szentségre hív bennünket. Változtassuk meg értelmünket, szívünket, hogy befogadhassuk a kiengesztelődés kegyelmét a szentévállás útján. Ehhez fennállva hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hallgass meg, Urunk, kifejezésre válaszoljuk majd együtt, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Csendesedjünk el. Uram Istenem, te a saját képmásodra teremtettél bennünket. Bocsáss meg nekünk, amikor nem tiszteljük Isten képűségünket, és nem tiszteljük a világot, amelyet nekünk adtál. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Jézusunk, te arra hívtál bennünket, hogy tökéletesek legyünk, mint ahogy a mi mennyei atyánk is tökéletes.
Bocsáss meg nekünk, amikor képtelenek vagyunk a tisztaság embereivé válni, amikor nem tiszteljük az emberi jogokat és az emberi méltóságot. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Élet, igazság és békesség, Ura! Bocsáss meg nekünk, amikor a halál, a háború és az igazságtalanság kultúráját közvetítjük, és kudarcot vallunk a szeretett társadalmának építésében. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Irgalmas Isten, tölts be minket kegyelmeddel és szentségeddel! Tegyél bennünket a szeretet apostolaivá, bárhova is megyünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent Lélek, az Atyaisten ajándéka, lakozz bennünk, nyisd meg szíveinket, és segíts, hogy figyeljünk szavadra, Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Krisztus, ami békességünk, megbékéltetett minket Istennel egy testben a kereszten, az ő nevében jöttünk össze, és részesülünk békességében, ezért köszöntsünk egymást, a mellettünk lévőket kézfogással, és béke veled kifejezésekkel. Miután köszöntöttük egymást, csendesedjünk el, hajtsunk fejet, és mondjuk el együtt, ami Urunktól, Jézusunktól tanult közös imádságunkat fennhangon együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel, hogy a következő ökumenikus imaheti alkalmunk itt lesz a római katolikus templomban holnap este 17 órakor. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a következő alkalmakra is. Másrészt nagyon nagy szeretettel hirdetem, kérem, hogy a kis énekes lapot, amiről az énekeinket minden este próbáljuk énekelni, a kiáratnál tegyük le, hagyjuk itt azért, hogy a következő este is közösségben együtt tudjunk énekelni. Most áldásvétele előtt a 463. lapon található énekünket énekeljük, a 463. ének mind a négy versszakát. Az első vers így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Thank you.
Fennállva fogadjuk az áldást. Istennek mezőtúri népe, szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.